gazdálkodási tevékenységet folytat, amelyből nem nettó árbevétele, hanem egyéb bevétele, illetve pénzügyi bevételei realizálódnak. Ezek a vállalkozások is kikerülnek gyakorlatilag értékhatártól függetlenül a kötelezetti körből, ami azt jelenti, hogy adott esetben egy egész plázának az eladása adott esetben nem lesz könyvvizsgálatra kötelezett, hiszen az ebből realizált tárgyeszköz eladásából realizált bevétel az egyéb bevételek között realizálódik, és nem a társaság árbevételében. A magunk részéről azt szeretnénk javasolni a kormányzatnak, hogy a kicsik érdekét is szem előtt tartva legalább a második lépést hagyják el, és egyfajta fokozatosságot betartva a 2008-as 50-ről 100 millióra történt emelés után a 200 milliós emelést ki kellene hagyni futni, és nem kellene két éven belül újabb lépést tenni. Úgy véljük, hogy a bürokrácia, úgymond bürokrácia csökkentése mellett a gazdálkodás hitelessége, annak átláthatósága, ellenőrizhetősége éppen olyan fontos szempont, és ezt szerintem a közérdek miatt is fontos lenne szem előtt tartani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Két perces felszólással következik Gúr Nándor, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Hátrány a bioetanol piacra, hátrány a könyvvizsgálókra, hátrány, és akkor sorakoztathatnám még, hogy kikre, de nem csak személy szerint rájuk hátrány, és nem csak foglalkoztatáspolitikai szempontból nézve károkozás az, ami zajlik. Nem, hanem tényleg úgy van, hogy a adó és a járulék bevételek, nem mondom, hogy mértéktelen, de fogható nagyságrendű, mértékű kiesése még több gondot és még több problémát okoz. Valójában olyat, ami a költségvetési logika alapján sem érthető, hogy ilyen intézkedések keretei között hívódjék életre. A másik része a dolognak az, hogyha egy picit is komolyan vennék azt, ami az alapígéretei kapcsán megfogalmazódott, 1 millió új munkahely, mondhatnánk a történetet tovább, akkor olyan lépéseket foganatosítanának gazdasági intézkedések keretei között, amelyek arról szólnak, hogy lendítsék a foglalkoztatási hajlandóságot, példát mondok rá, az élő munkához rakódó járulékterhek további csökkentését kellene megtenni. Tudják azt, ami 32-ről 27-re csökkent, még az önök kormányzását megelőzően. Akkor ez mozdítana valamit a foglalkoztatási lehetőségek tekintetében. És hát persze nem kellene mellette olyan intézkedéseket foganatosítani, amelyek meg arról szólnak, hogy a tehetőseket, azokat kedvezményezik. Egyébként a foglalkoztatás felületén a 3,7-8 millió emberből meg 3,5 millió embert hátrányos helyzetbe hoznak, jelesül mondjuk az egykulcsos 16%-os személyi jövedelemadó. No hát így lehetne normális, kiszámítható, eredményes gazdaságpolitikát folytatni, olyat, ami a foglalkoztatás politikára nézve is pozitív hatással bírna. Hát javaslom, gondolják végig és csinálják mindezt. Köszönöm szépen, elnök úr! A következő felszólaló Józsa István, az MSZP képviselője. Köszönöm a szót, ezt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Gúr Nándor képviselőtársam két mercesébe bemutatta, hogy mi az a anticiklikus gazdaságpolitika Fidesz módra, hogy hirdetnek valamit, és pont az ellenkezőjét megcsinálják. Úgyhogy ez a salátatörvény is valami ilyesmit mutat, hogy egyet ide, egyet oda, és végül senkinek se lesz jó, mert akinek kedvezni akarnak, annak több pénzt kell befizetni, akinek meg egyszerűsödik a ügyvitele, az meg lehet, hogy nem tud vele élni. Tehát az előterjesztés tárgyát képező egyes gazdasági törvények címszó alatt beterjesztették a személygépkocsik, használt személygépkocsik regisztrációs adójáról, a jövedéki adóról, az illetékekről szóló törvények, továbbá a számviteli törvény, a könyvvizsgálói törvény, valamint a hitelintézeti, illetve a
befektetési vállalkozásokról szóló törvény módosítását. A regisztrációs adóról szóló törvénynek a módosítása egy uniós jogharmonizációnak is fölfogható. Kuriózum az unión belül, amit mi magyarok csinálunk regisztrációs adó címén, nem nagyon van ilyen másutt. Volt is bizonyos kötelezettségszegési eljárás, amikor az avultatás nem szerepelt a regisztrációs díj kiszámításánál. Ez most vélhetően a realitás irányába megy. A módosítás egyértelműen a használt autó kereskedőknek, illetve azoknak kedvez, akik használt autót akarnak venni. Bízunk benne, hogy kellően környezettudatosan végzik ezt a tevékenységet, és nem kerülnek az országba túlzottan leamortizált a környezetre káros személygépjárművek. A jövedéki adóról szóló törvény módosítása már sokkal nagyobb horderejű, és üzenetében is nagyon rossz. Itt arról van szó, hogy a E85-ös üzemanyagra nyújtott jövedéki adókedvezmény mértéke a bioetanol részre a benzin adómértékének 10%-ával 12 forinttal literenként megegyező adómérték fog vonatkozni erre a termékre az eddigi mentesség helyett, azzal az indoklással, hogy így a benzin és a E85 piaci árának különbsége, már többen idézték, a lecsökken a rosszabb hatásfok miatti indokolt mértékre. Itt látszólag 12 forintról van szó literenként, az üzenete viszont sokkal rosszabb. Ez alkalmas egy ilyen törvénymódosítás, és minden, amit a miniszterelnök úgy mond, hogy az ország átszervezése, a befektetői bizalom aláásására. Amikor új iparágakat szeretnénk meghonosítani az országban, hogy versenyképesek legyünk, ahhoz kell egy olyan befektetői környezet, ami legalább a befektetés megtérülési időtartamára nem változtatja meg a szabályokat. Ezek a bioetanol üzemek, én személy szerint, mint mérnök ember, soha nem szerettem ezeket az első generációs bioetanol üzemeket, tehát ezt, mint gazdaságpolitikai kuriózumot mondom, hogy mennyire káros. Mint műszaki azt mondom, hogy soha nem kellett volna megépíteni ezeket az első generációs bioetanol üzemeket, de volt 15 évvel ezelőtt egy olyan gazdaságpolitikai cél, hogy Európában ez egy korszerűnek tartott iparág, lehet zöldíteni a benzint, és az agráriumnak is egy bizonyos felvevő piacot biztosít, hogyha nem tudja értékesíteni a fölös termékét, akkor abból lehet bioetanolt gyártani. Tehát volt mögötte egy iparpolitikai elképzelés, ennek megfelelően ki lett alakítva egy szabályozási környezet, történt néhány százmilliárdnyi beruházás ezen a területén, és most lásd csodát, jön Orbán Viktor, átszervezi az országot, és puf neki oda a beruházásnak a megtérülése. Lehet, hogy ezeket az üzemeket nem kell sajnálni. Lehet, hogy akkor jobb, hogyha ezek tönkre mennek és bezárják a kapuikat, mert nem hozták környezetvédelmi szempontból azt az előnyt, mint amit vártunk volna tőle. De az üzenete, ha bárhol, bármilyen nagy beruházás indul, azt írásba lefektetik, itt volt például a Nabucco beruházás. Valószínűleg nem tudják képviselőtársaim, hogy több mint fél évig azért csúszott az egész Nabucco szerződés aláírása, mert a magyar fél nem volt képes kiadni az úgynevezett PSA memorandumot, ez a Project Support Agreement, amiben garantálja, hogy a Nabucco beruházás 30 éves megtérülési időszakára nem változtatja meg azokat a törvényeket, ami a gázvezeték építésekor és a megtérülés számításakor érvénybe vannak. Magyarország számára borzasztóan nehéznek tűnt ez a feltételek kidolgozása és elfogadása. Az összes többi ország megtette,
pár héttel ezelőtt nagy eredményként jelentette be a fejlesztési miniszter, hogy ez is megszületett. Tehát ezt azért mondtam el példának, hogy az igazán nagy beruházásoknál az államközi szerződéseknek is része az, hogy garantálják a megtérülési időszakra a törvényi szabályozási környezet változatlanságát, mert különben bele se vágnának egy-egy ilyen beruházásba. Na erre elrettentő példa az E85, és ezért veszélyes, amikor jogászok próbálnak gazdaságpolitikát csinálni, mert nem értenek hozzá, ilyet mondanak, hogy az ország átszervezése, ez a lehető legrosszabb, amit egy befektető hallhat, mert úgy kezdődik egy beruházás, a beruházási környezet vizsgálatával, hogy mennyire stabilak a szabályok, mennyire kiszámítható a környezet. Ezt Magyarországnak sikerült ezt a bizalmat messze menően aláásni, úgyhogy nagyon szeretnék már olyan példát is látni, mondjuk a Nabucco ez egy jó példa, amikor az jelenik meg, hogy bizonyos befektetések megtérülésére tekintettel van a szabályozás. Mondom ezt azért is, az energetika területén ugyanez a kötelező átvételi támogatás. Hát ott is gyakorlatilag megtérülési idő előtt válogatás nélkül töröltek el egy szabályozási környezetet, anélkül, hogy tekintettel lettek volna arra, hogy nem csak ez az 1000-1200 megawattnyi kapacitást kell most vizsgálni, hanem azt is, ami ezután jön. Hogy fog jönni Magyarországra olyan működőtőke, amelyik ezt tapasztalja, hogy az előző befektetések megtérülés előtt, mondjuk köznapian mondva, pofán lettek csapva, és megváltoztatták a induláskor még fixnek vélt szabályozási környezetet. A további rész a cigaretta, illetve a fogyasztási dohány jövedéki adó növekedéséről már kellő felháborodással szóltam. Én nagyon nem értem, hogy pont a legszegényebb emberek élvezeti cikkét a fogyasztási dohányt, vagy vágott dohánynak a adóját kell megemelni egy negyedével. Ez egy durva érzéketlenség. A illetékekről szóló törvény, én azt hiszem, hogy egy valós problémát ecset el, amikor egyszerűsíti, hogy bizonyos esetekben nem kell adóhatóság határozathozatallal zárjon le bizonyos egyébként szabályozott illetékmentes eseteket, hanem egyszerű ügyiratra való feljegyzéssel ez megoldható, ez tényleg egyszerűsítés. Hasonlóképpen eléggé problematikus bizonyos területeken a önálló orvosi tevékenység, más néven praxis jognak a értékesítése, örökítése. Ha ezt egyszerűbbé teszi a jogalkotó, ez feltehetően javítani tud egy kicsit a házi orvosi ellátottságon, hogy mindenütt megmaradjon. A számvitelről én sokat nem szeretnék szólni, más képviselőtársaim hozzáértő módon ecsetelték ezt a területet. Itt valószínű, tehát jogos az az aggodalom, hogy amennyiben csökken a számvitelre, illetve a felülvizsgálatra kötelezetteknek a köre, ez rontani fogja a költségvetés bevételi pozícióját. Ugyanakkor itt a továbbképzésnek a fejlesztésére tett törvénymódosítási javaslat még akár jó is lehet. Tehát vannak ilyen európai minták, más szakterületen nem túl jó a tapasztalat ezzel a kreditpontos rendszerrel, úgyhogy lehet, hogy az élet azt fogja igazolni, hogy az előző célra vezetőbb volt, de így végül is egy európai egységesítés irányában halad a továbbképzés szabályozása a könyvvizsgálat területén is. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007 évi 75. törvény módosítása alapján az egyéni vállalkozó könyvvizsgálók a könyvvizsgáló cégként történő regisztrációért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj alól felmentést kapnak a jövőbe. Ez végül is egy kedvezmény támogatandó. Az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki a hatályba lépést megelőzően jogosult volt egyéni vállalkozóként jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatot végezni, az a hatályba lépést követően továbbra is ugyanúgy jogosult marad, az ehhez szükséges hatósági eljárásokat azonban minden további késedelem nélkül a Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalból folytatja le. Ez egy szükséges átmeneti rendelkezés, jó, hogy gondoltak erre a jogalkotók. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi 112. törvény módosítása, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007 évi 138. törvény módosítása lehetővé teszi, hogy az e törvények hatálya alá tartozó társaság javadalmazási bizottságába a felügyelő bizottság független tagjai is részt vehessenek. Ez szintén egy az élet által mondhatni kikényszerített vagy igazolt lépés, tehát helyén való. Észrevételek az egész törvény csomaghoz, hogy az E85 üzemanyag bioetanol komponens adómentességének megszüntetése jelentős hátrányt jelenthet a bioetanol piac egészére, ezáltal veszélyeztethet több ezer magyarországi munkahelyet, ami a legutóbbi időben épült ki. A dohánytermékek jövedéki adójának emelésére az előterjesztő nem egészségügyi, hanem költségvetési indokok alapján tett javaslatot, ezért az a költségvetés megalapozatlanságát támasztja alá, a költségvetés előkészítése hiányosságainak árát nem a fogyasztókon kellene behajtania a kormánynak, és nem ilyen apró, sok bosszúságot okozó tételekkel. Mindezek alapján én azt tudom mondani, hogy vannak olyan elemei a törvényjavaslatnak, amelyek a tapasztalatok reális értékelésére épülnek, vannak olyan egyszerűsítések, amelyek valóban szükségesek, támogathatóak. Ugyanakkor az előterjesztés fajsúlyában sokkal meghatározóbb lényegi elemei, ami a befektetői környezet stabilitására, illetve a költségvetés éhségének a kielégítésére irányulnak kizárólag. Ezek, azt kell, hogy mondjam, hogy elviszik azt a pozitívumot, amit a adminisztráció csökkentése körüli egyszerűsítések jelentenek. Tehát összességében sajnos én azt tudom mondani, hogy ezt így kár volt előterjeszteni, szét kellett volna szedni önálló törvényjavaslatokra, akkor lenne olyan, amit tudnánk támogatni, így összességében viszont nem. Köszönöm a figyelmet. A következő felszólaló Kis Sándor, a Jobbik képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt helyettes államtitkár úr. Előre szeretném bocsátani, hogy nem dohányzom, a dohányzást Isten csapásnak tartom az emberiségre. Most mégis a cigaretta jövedéki adójához szeretnék hozzászólni. Tehát úgy gondolom, hogy a számok mögött mindig tartalom van. És ebben az előterjesztésben, például ezen témánál is lehet látni, hogy a kormányzat nem nézett a számok mögé, és nem nézte meg a tartalmat. Mi történik akkor, ha a vágott dohány jövedéki adóját növelik, tehát a cigarettához hozzák a vágott dohány árát? Először is nézzük meg, hogy kik fogyasztanak alapvetően vágott dohányt. Hát alapvetően azok fogyasztják, akik nem tudják megfizetni a cigaretta magas árát.
És mi történik, amikor valaki vágott dohányt fogyaszt? Akkor vagy sodorja a cigarettát, vagy a cigaretta hüvelybe tölti. Az egy alapvetően hosszadalmas, manuális tevékenység. Tehát egészségügyileg gyakorlatilag kevesebb ideje jut a dohányzónak cigarettázni, mint hogyha csak egy dobozból kivenne egy szál cigarettát. Tehát kevésbé károsítja az egészségét, hogyha láttak már önök cigarettát sodró embert, akkor látják, hogy milyen sokáig tart neki, a negyedét elszórja. Tehát szerintem egyáltalán nem károsabb az egészségre, talán még kevésbé káros, mint a doboz cigaretta, a vágott dohánynak a fogyasztása. Tehát visszatérnék oda, hogy kik fogyasztanak, a szegényebb rétegek. Most akiknek nincs pénze rendes cigarettára, az úgyis meg fogja venni a cigarettát, és nem a boltban fogja megvenni a cigarettát, hanem a csempész cigarettát veszi meg. Arra hívnám fel a kormányzat figyelmét, hogy a vágott dohány nem a bolti cigaretta, a vágott dohány ára nem a bolti cigarettával versenyez, hanem a csempész cigaretta árával. Tehát mihelyt a vágott dohány ára a csempész cigaretta ára fölé emelkedik, akkor nem a legális zárjeggyel ellátott cigarettának a fogyasztása fog növekedni, hanem a csempész cigaretta fogyasztása. Államtitkár vagy helyettes államtitkár úr kimegy a piacra, annyi csempész ukrán zárjeggyel ellátott cigarettát vesz, amennyit akar. Tehát ne szemérmeskedjünk, ez az igazság. Tehát teljesen helytelen az a megközelítés, hogyha a vágott dohány árát növeljük, akkor a legális bolti cigaretta ára emelkedik majd. Tehát mindenképpen azt látom mindemellett, hogy a számok mögött nem látják a tartalmat, nem látják majd a következményeket. Ez az egyik része. A másik pedig az, hogy úgy gondolom, hogy teljes szociális érzéketlenségre utal az, hogy valóban tényleg azoktól szednék be a költségvetés számára oly fontos bevételeket, akik bizony hát a legszegényebb néprétegekhez tartoznak. Én ezt látom egyébként a törvényjavaslat többi eleménél is megvalósulni, és mikor az előbb egy fideszes képviselő a szakmai háttérről beszélt, hogy van-e a Jobbiknak szakmai háttere, hát hogyha ezt a törvényjavaslatot megnézzük, hát azt kell látnom, hogy a fideszes szakmai háttér az bizony igen csak alacsony, hogyha ilyen kézzel fogható dolgokat nem vesznek észre. Mindemellett én nyújtottam be egy módosító javaslatot, és én azt javasolnám a kormánynak, hogy vegye figyelembe a módosító javaslatokat, még akkor is, és hogyha ezek az ellenzék oldaláról érkeznek. És hogyha lehet megbeszélést folytatni, akkor legalább kapcsolódó módosítókkal próbáljuk meg, amennyire csak lehet jobbá tenni ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, felszólása következik, Lenhardt Balázs, a Jobbik képviselője. Tisztelt Ház, az elmúlt egy év kormányzati munkáját mutatja, hogy gyakorlatilag minden héten benyújtanak egy vagy két ilyen salátatörvényt, amiben ugye jelenlegiben is 7 különböző törvény van, amelyik minimálisan módosítva. De ez a tervszerűtlenséget és azt a szakszerűtlenséget mutatja, hogy sokszor a saját jogalkotási tervüket sem veszik figyelembe, hanem ad hoc alapon meg akarnak oldani bizonyos teljesen össze nem függő ügyeket. Pedig most azért egy év alatt van rá, és lett volna rá idő, hogy ezeket a törvényeket elő lehet venni, végignyálazni, és igen, ahogy szükség van új sarkalatos törvényekre, ugye a most említett és a tárgy részét képező gazdasági törvénycsomagba is több olyan kis törvénynek az apró módosítása szerepel, ami egy nagyobb revíziót is megérne, és szükséges lenne felülvizsgálni, és újra gombolni a kabátot, mert rengeteg megoldatlan kérdés van. Több képviselőtársa, most itt az előbb Kis Sándor részletezte, hogy a jövedéki törvény módosításával és a cigarettára kivetett adómérték emelésével milyen káros gazdasági folyamatok indulhatnak be, például a csempész cigaretta forgalmazásának újra növekvése mellett.
És ez valóban tény és meggondolandó fejlemény, hogy ugye hivatkozik a törvényszöveg arra az Európai Uniós irányelvből következő jogharmonizációs kötelezettségre, ami miatt egy egységesített európai mértéket kell elérni az adó, a jövedéki adó nemében. De ez a kötelezettség csak 2018-ra van címezve, tehát bőven van még idő, hogy ezeket az emeléseket nem kellene egy év alatt végrehajtani. Amivel önmagában az a probléma, hogy sajnos nagyon sok honfitársunk szenved ebben a függőségben, ebben a szenvedélybetegségben, amit a dohányzás okoz. Volt ugye itt egy emlékezetes vita a vendéglátóipari helységek kapcsán, hogy ott ugye a dohányzást milyen feltételekkel engedélyezzük, vagy ne engedélyezzük, ebbe nem szeretnék újra belemenni, de látható és érezhető volt, hogy ott is mennyi embert érzelmileg érint meg ez a probléma, hogyha ennek a szenvedélybetegségnek a rabja úgy érzi, hogy a saját jogaiban van korlátozva. Azáltal, hogy mondjuk nem gyújthat rá egy kocsmába, és a sörre mellé nem szívhatja el. Ha most itt azt tapasztalja, és ugye én magam nem dohányzom, de tisztában vagyok vele, hogy egy átlagos doboz cigaretta az 5 és 600 forint között van, akkor úgy érezheti, hogy a kormány megint őt akarja sújtani, és megint többet íziglen akarja eladósítani. Társadalmi vetületben nézve, meg a legnagyobb gond az, hogy a dohányosok nem tudnak lemondani erről a szenvedélyről. Tehát, hogyha hiába emeljük az árakat, és ugye ez lesz a következménye itt az adómérték emelésének, ő akkor is meg fogja venni, hogyha a saját magától, illetve a családjától kell elvegye a falatot, az iskolai tanszert, vagy a családi nyaralásról kell közösen lemondjanak, azért, mert a cigaretta megint drágult. Tehát ennek igenis akkor is, hogyha nem dohányzunk, és szeretnénk, hogy visszaszoruljon, vannak ilyen jellegű társadalmi vetületei. A másik oldalon ezzel szemben az áll, hogy a költségvetésnek újabb adóbevételekre van szüksége, amire egy alkalmas eszköznek tűnik a jövedéki adó emelése. Csak amikor ezt a kettőt arányba és párhuzamba állítjuk, akkor nagyon elgondolkoztató, hogy nyerünk-e annyit a réven, amennyit a vámon meg kell fizetni. Úgyhogy én emiatt tartom ezt megfontolandónak, ennek a javaslatnak a mostani elfogadását, illetve volt nekem egy másik, konkrétan ez a jövedéki adóról szóló törvényhez benyújtott, hát illetve még most nem benyújtott, de államtitkár úrral itt ül már egyeztettem róla egy javaslatom, ami arra a problémára szeretne megoldást találni, hogy a kiskereskedelmi üzletekben a dohány termékek után kifizetett árés az nagyon alacsony. Ez 2-3-4% között ingázik átlagos mértékben. És gyakorlatilag a nagykereskedők szűrik le ennek az egész termékforgalmazásnak a lényegi és érdemi hasznát. Miközben a szegény, amúgy is a multinacionális nyomás miatt teljesen kivéreztetett és kiszolgáltatott helyzetbe lévő magyar kiskereskedőknek nagyon fontos lenne, hogyha az a pár ember, aki betérne hozzájuk a boltba, és jellemzően a legtöbben a magyar kisboltokba azért térnek ma már csak be, hogy megvásárolják a cigarettát, mondjuk egy liter tejet vagy egy kenyeret, akkor hogy ők abból mennyit tudnának eltenni. Ez egy multinak nem számított, nem tétel, ugye tele van mérgező termékekkel is a polc. Ugye ez is egy önálló témát ér meg, foglalkozni is kell vele, de nekik igazából mindegy, sokan le is építették már a dohánytermék kereskedelmét az ilyen hiper vagy szupermarketekbe, de a magyar kisvállalkozónak lenne, és óriási jelentősége lenne, hogy ő mondjuk egy 8-10%-os profitot tudna ezen a dohánytermék kereskedelmen realizálni. És ugye ebből még lejön, hogyha kártyával fizetnek a kártya használatért járó díj, amit ugye a banknak kell átutalni. Úgyhogy államtitkár úrnak a figyelmét ilyen közvetlenül szeretném erre a problémának
ra felhívni, és lehet, hogy én ezt be is fogom adni, ezt a javaslatot. Ugye ehhez a törvényhez most nem adhatom be, mert ugye itt a módosítás csak ezeket a kivételezett pontokat illeti, de egy önálló képviselő indítványként technikailag ez is megoldható. A másik pont, amire ki szeretnék térni, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvénynek a módosítása. Itt a 69/B paragrafus kerül módosításra.